Rekordidő alatt elsőként adta le a szükséges támogatói aláírásokat Alakszai Zoltán. Elkezdődött a kampány, Veres Pál és a Munkáspárt polgármester jelöltje is a Szimba teraszra ment. Nem versengenek, összefogtak és közösen jelennek meg a miskolci éttermek. Köszöntöm Önöket, augusztus 26-án hétfőn híradónkat látják, jönnek a részletek. Megjelentek az első plakátok és szórólapok, hivatalosan is elindult a választási kampány. Ezzel együtt a támogató aláírások gyűjtését is megkezdték a pártok. Az 500 aláírást szeptember 9-éig kell megszerezniük. A Fidesz-KDNP-nek ez alig 2 óra alatt sikerült. Október 13-án polgármestert és 19 képviselőt választanak a miskolciak. A jelöltek arcai már a hétvégén feltűntek a lépcsőházakban. Szombaton az önkormányzati választási kampány, és ezzel együtt a támogató aláírások gyűjtése is megkezdődött. A Munkáspárt jelöltje reggel óta gyűjtötte az aláírásokat Komlós tetőn. Fülöp József Istvánné polgármesternek, a 15-ös kerületben pedig önkormányzati képviselőnek is indul. A Munkáspárt mind a 19 választókerületben állított jelöltet. Én csak holnap gyűjtöm be a jelöltektől, hogy na mennyi polgármester jelölti van, több mint valószínű, hogy a héten azt már le fogom tudni adni, hiszen mindenki dolgozik. Én is többek között, mert kezdem, most van egy kis szabadidőm, kezdem, és akkor gyűjtöm én is az ajánló aláírásokat. Az új lendület Miskolcért pártnál volt egyedül kisebb technikai fennakadás, nyilatkozta televíziónknak a párt polgármester jelöltje. Kopcsó Gábor elmondta, az aláírás gyűjtést a napokban kezdik meg Miskolc forgalmasabb csomópontjain. Olyan Miskolcot akarunk, amely képes és akar újra valódi régióközpontként működni. Veres Pált, aki mögé többek közt a Függetlenek szíve, az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd, a DK és az LMP is felsorakozott, telefonon sikerült elérnünk. A jelölt azt mondta, az aláírás gyűjtéssel jól állnak, egyes helyeken a szükséges mennyiség többszörösét gyűjtötték össze, hamarosan plakátjaik is elkészülnek. Pakusza Zoltánt, a Mi Hazánk mozgalom jelöltjét szintén telefonon értük el. A szükséges 500 aláírás megszerzése nem jelent majd gondot számunkra, és a továbbiakban a választókkal való személyes kapcsolattartásra építenének, tette hozzá Pakusza Zoltán. Alig 2 óra alatt a szükséges ajánlásoknak, illetve aláírások a többszörösét sikerült összegyűjtenünk. A Fidesz-KDNP jelöltje rekordidő alatt zsebelte be az aláírásokat. Szombaton kora délutánra mind számára, mind pedig a 19 egyéni képviselőnek is megszerezték a szükséges aláírásokat. Alakszai Zoltán hozzátette, az aláírás gyűjtést ettől függetlenül folytatják. Az a lényege, hogy szeretnénk kapcsolatban maradni azokkal a támogatókkal, akik fontosnak tartják, hogy megóvjuk azokat az eredményeket, amelyeket Kriza Ákos 9 év alatt itt Miskolcon kivívott. Szeretnénk folytatni ezt a munkát, és a kampányban mindenkihez el fogunk jutni. A jelöltek szeptember 9-én 16 óráig adhatják le összegyűjtött aláírásaikat. Miskolcon 160 szavazókörben és 19 egyéni választókerületben 128 ezer miskolci szavazhat október 13-án. Kihirdette programját Veres Pál. A Szimba teraszon mintegy 300-400 fő előtt beszélt programjáról. A szombati kampány nyitón a Veres Pál mögött álló önkormányzati képviselőjelöltek is bemutatkoztak. Köztük például az MSZP-s Simon Gábor, a város volt MSZP-s alpolgármestere Mokrai Mihály, a Jobbikos Badány Lajos és a Momentumos Szopó Tibor is. A Szimba teraszon az ellenzéki pártok képviselői gyülekeztek. A Földes Ferenc gimnázium igazgatóját összesen 8 párt, köztük az MSZP, a DK, a Jobbik és a Momentum is támogatja. 19 választókörzetben induló összes jelöltünk megszerezte azt az aláírás mennyiséget, amellyel jelöltetni tudja magát. A Veres Pál mögött álló önkormányzati képviselő jelöltek bemutatkoztak a rendezvényen. Kedves barátaim, Mokrai Misi vagyok, mindenki csak így ismer ebbe a városba. Én is itt születtem, szüleim 1600 óta itt élnek,
és én szeretném, hogy gyerekeim is itt élnének. A város volt szocialista alpolgármesterén kívül Veres Pált szeretné erősíteni az MSZP-s Simon Gábor, Barta György, a jobbikos Badány Lajos, Cseléni Figula Edina és többek között a momentumos Szopko Tibor is. A kampányító rendezvényen Veres Pál bemutatta politikai programját. A polgármester jelölt szerint az egyik legfontosabb feladat az lenne, hogy a város megtartsa és visszacsábítsa a miskolciakat. Olyan várost akarunk, amely a városlakókért működik, és ahol virágzik a helyi gazdaság. Olyan Miskolcot építünk, amely reményt és lehetőséget ad a fiataloknak. Éppen ezért megtöltjük tartalommal a zöld város kifejezést. Magyarországon legyen Miskolc a zöld gazdaságfejlesztés éllovasa. A kampányító rendezvényre mintegy 3-400-an voltak kíváncsiak. Biztos munka, biztos jövedelem, biztos jövő. Ezek Fülöp József Istváné programjának főbb elemei. A Munkáspárt miskolci polgármester jelöltje sajtótájékoztatóján azt mondta, igazi baloldali változásra van szükség a városban. Egyeztetést kezdeményeznénk a Miskolci Egyetemmel és a város szakközépiskoláival is, szakiskoláival, hogy olyan munkahelyek létrehozását támogassuk, amelyek garantálják a frissen végzettek elhelyezését. Én szeretném Miskolcon helyreállítani a mezőgazdaságot, hiszen régen volt, lehetne, vannak olyan területek Miskolcon, ahol lehetne zöldséggyümölcs termesztés, állattenyésztés megvalósítani, és az iskolakonyhákat ellátni. Egy hét múlva ilyenkor már az iskolapadokban ülnek a diákok, a tankönyvek már megérkeztek az iskolákba, az üzletekben pedig elkezdődött a nagy tanszervásár. Az eladók tapasztalatai szerint a szülők jobban átgondolják, hogy mire van szükség az iskola kezdéshez, és inkább a minőséget keresik. Sorakoznak az új könyvek a Herman Ottó gimnázium könyvtárában. Az iskola idén mintegy 15 000 darabot rendelt. Az első 9 évfolyam idén is térítésmentesen juthat hozzá a könyvekhez. Ahogyan azok is, akik szociálisan rászorulnak, vagy nagy családosok. Akik nem ingyenesen kapják, tehát a 10. évfolyamtól felfele, ők szeptember 2-ától készhez vehetik ezeket a könyveket, akik pedig ingyenes tankönyvesek, ami azt jelenti nálunk, hogy 5-től 9-ig minden diák, akkor ők, amint a könyvtári állományba bekerülnek a könyvek, és sikerül szortíroznunk a könyveket, névre szólóan ki porcióznunk, akkor megkapják a könyveket. A tankönyvek mellé tanszerekre is szükség van az iskola kezdéshez. Füzetek, tollak, táskák, ebben az áruházban már elkezdődött a nagy roham. A tapasztalatok szerint a vásárlók egyre tudatosabbak, sokan már beszerezték a legfontosabbakat. Vannak, akik már csak néhány füzetért jöttek a boltba. Rábíztam a gyerekeimre, hogy mégis milyen dolgok kellenek még az iskolában, és mondták, hogy anya, füzetből kell ennyi, tollat vegyünk még, íróeszközöket, úgyhogy már nekem így nagyon nem kell sem, mert a gyerekeim már tudják, hogy miből mi kell. Az áruház igazgatója szerint az látszik, hogy a vásárlók most inkább a minőséget keresik. Ma már nem feltétlenül az ára döntő szempont egy termék kiválasztásánál, hanem egyre fontosabbá válik az árérték arány, illetve a márkák az egyes kategóriáknál. Több mint 3000 féle termékkel készültünk most az idei iskolakezdésre. A tanszervásár idén szeptember közepéig tart, így még az iskolakezdés után is be lehet szerezni a hiányzó tanszereket. A tanév szeptember 2-án kezdődik. Amíg a gyerekek játszanak, a szülők akár kondizhatnak is. Kültéri fitness eszközök kerültek a játszótér mellé. A Dankó Pista utcában mostantól bárki kedvére mozoghat, és edzőtermi bérlet nélkül tarthatja formában magát. A terület képviselője a mozgás lehetőségét szerette volna megteremteni a városrészben élőknek korosztálytól függetlenül. Közel 7 millió forintba került a játszótér, a fészekhinta, a dupla hinta, illetve most idén több mint 3 millió forintért egy fitness eszközökkel ellátott parkot is ide telepítettem az itt élők nagy örömére. Mint láthattuk, az idős korosztály is nagyon szereti ezeket az eszközöket, és bízom benne, hogy az egészségüket szolgálja majd.
Napokon belül befejeződik a munka a Kisernő út és a Vasgyár elágazásánál. Csak nem 12 autó fér majd el az új parkolóban. A parkoló kialakítása lakossági igény volt, mert szinte képtelenség volt a templom előtt autóval megállni. A köveket már lerakták, a munka 2 hétig tart. Itt korábban egy ilyen füves, földes terület volt, és kérték a segítségemet, hogy egy parkolót alakítsunk itt ki, hogy rossz időben is lehessen hol parkolni. Ez a képviselőkeretemből készül, ennek a költsége 2 millió forint. A Borsodabolcs-Zemplén megyei önkormányzat és konzorciumi partnerei sajtónyilvános Paktum szervezeti ülést tartanak augusztus 28-án 10 és 12 óra között a Megyeháza dísztermében. Sorra nyíltak az elmúlt időszakban a minőségi éttermek és minőségi cukrászdák Miskolcon. A vezetőik azonban nem versengésbe kezdtek, hanem összefogtak és rendszeresen közösen jelennek meg rendezvényeken. Ilyen volt a hétvégi miskolci piknik is. A Népkert a város legjobb ételeit készítő éttermek gyűjtőhelyévé változott. Egymás mellett készítette ínyenc fogásait a végállomás, a leves, a drótbisztró, a világbéke, a borsod burger és a tókert étterem. A másik egy klasszikus flekke, az pedig egy borsos mustáros pászban volt 4 napig. A vendéglátóhelyek kitettek magukért. A rendezvény délben kezdődött, és a hőség ellenére is rögtön megtelt a Népkerti Vigadó terasza és az előtte lévő terület. Ez nagyon-nagyon szimpatikus egyébként, hogy összefogtak, és egy kicsit a Miskolcért azt is érezzük, hogy a városért is történik ez a rendezvény, és félretették itt a versengést, és egymás mellett elférnek. Ez igazán egy tiszteletre méltó és örömteli. A második alkalommal megrendezett miskolci pikniket a vendéglátó helyek remek kezdeményezésnek tartják. Nekem nagyon tetszik, és hát nekem szívem csücske pontos ez a fajta vendéglátás, amikor azért a családok ki tudnak ülni, és fűbe heverészve miskolci termeinek a fűszét kóstolni. A minőségi vendéglátóhelyek összefogása hagyományt teremtett. Alakszai Zoltán polgármester jelölt szerint Miskolc gasztronómiai szereplőinek összefogása példaértékű. Ma már ott tartunk, hogy egymás után sorra nyílnak a minőségi éttermek, minőségi cukrászdák, és ezekre hatalmas igény van Miskolcon. Ki gondolta volna azt korábban, akár 10 évvel ezelőtt, hogy Miskolc gasztronómiai fővárossá válik. A második miskolci piknik egész vasárnap várta a különleges ízek és kiváló borok szerelmeseit. A piaci kínálattal vetekszik a termelői nap a vásárlók szerint. A nyár utolsó termelői napján a már megszokott portékákból bőséges volt a kínálat. Az Erzsébet térre azokat várták, akik friss paradicsomért, paprikáért, uborkáért, zöldségekért vagy idei lekvárokért és szörpökért mentek. Tessék egészségére, én is köszönöm. Az augusztusi termelői napon is egy helyen lehetett megvásárolni a mézet, sajtokat, füstöltárut vagy friss zöldségeket. A miskolciak már megszokták, hogy itt közvetlenül a termelőtől vásárolhatnak. Helyő Csabáról jöttem. Hát sok mindent vásároltam már, szalonnát, kolbászt, zsírt, házi zsírt, uborkát, paprikát, és szerintem ez sokkal jobb, mint a piac. Úgyhogy ez nagyon jó, itt nagyon örülök neki, a szomszédasszony hívott el, de nagyon örülök neki, hogy eljöttem. Kínáltak süteményeket, és augusztus 20-ára nemzeti színű gyöngyökből nyakbavalót. Helyű papiból és helyű szalontáról is érkeztek árusok, akik a közfoglalkoztatottak portékáit kínálták. Mi magunknak megtermeljük, azt itt kiállításként is, meg árusításként képpen is szoktuk kihozni. Hát ami azt jelenti, hogy van paprikánk, hagymánk, burgonyánk, káposztánk, ami itt megtalálható, ez mi termeljük magunknak meg, és akkor így árultjuk. A közösségépítő rendezvény már 4. éve tölti meg az Erzsébet teret. Legközelebb szeptember 4. vasárnapján lesz a termelői vásár az Erzsébet téren, amikor közösen ünnepelhetnek a 35 éves miskolci Mazsorett együttessel. Mezőkövesdi győzelmet hozott a borsodi rangadó 4. fordulója. A majdnem 5000-es nézősereg az első fél időben még kiegyenlített küzdelmet láthatott.
A szünet után azonban 17 perc alatt 3 gólt lőtt Mezőkövesd, 0-3-ra legyőzve a DVTK-t. Alaposan megváltoztatta az előző forduló kezdő 11-ét a hazai szakvezető részben kényszerűségből, ugyanis Brikovics eltiltás, Adukor és Polgár pedig sérülés miatt nem szerepelhetett. Aztán a 13. percben Prosser törhetett kapura, és kihagyta azt az ordító zicsert, amikor szemben állt a kapussal. A félidő végén aztán Sestyakov fejesen jelentett még veszélyhelyzetet, de ekkor nem változott az eredmény. Aztán a második félidőben igen, valósággal kiütötték ellenfelüket a kéksárgák. Az 50. percben egy szélről érkező labdát nagy fejelt a hazai kapuba. 5 perc elteltével a rosszul védekező pirosmezesek védelme mögé mélységből érkezett, így pedig szabályos gólt ért el Karnicki. Aztán a 66. percben a remek formában játszó Cseri szabadrúgásból alakította ki a mérkőzés végeredményét. DVTK Mezőkövesd 0-3. Az első félidőben kicsit tompában játszottunk. Ennek meg lehetett volna a böjtje, de hál' Istennek nem lett, de úgy gondolom, hogy a második fél idő alapján megérdemeltük a győzelmet. A hazai szakvezető természetesen a mérkőzést eldöntő második félidei eseményeket boncolgatta értékelésében. A legnagyobb problémánk az első gól volt. Nagyon lassan mentünk át védekezésbe, megtörtént a beadás, és elvesztettük, nem tudtuk levédekezni az érkező embert. Ebből született az első gól, és a Mezőkövesd egy olyan csapat, hogyha meg tudják szerezni a vezetést, utána nagyon veszélyesek, szervezettek, nehéz őket áttörni, és utána már tudják játszani játékukat. A gólok után már nem voltunk megfelelő pozíciókban a pályán, de az első találat volt a legfontosabb a háromból, mert utána tudta játszani már az ellenfél a játékát. Sorolta a vereség okait a hazai szakvezető. A komoly hazai vereséget hozó DVTK Mezőkövesd bajnokit kedden este 7:30-tól nézhetik végig a Miskolc Televízió nézői. Rekordidő alatt elsőként adta le a szükséges támogatói aláírásokat Alakszai Zoltán. Elkezdődött a kampány, Veres Pál és a Munkáspárt polgármester jelöltje is a Szimba teraszra ment. Nem versengenek, összefogtak és közösen jelennek meg a miskolci éttermek. Marad a 30 fok feletti hőmérséklet, de záporzivatar előfordulhat az időjárásról bővebben híradónk után. Műsorainkat visszanézhetik a minap.hu-n, és írhatnak is nekünk az infokukac.mikon.hu e-mail címre. Híradóval holnap is várjuk Önöket, kollégáim nevében köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó tévézést kívánok, viszontlátásra!